Sziasztok, Anomi vagyok. A 21 napos kihívás 13. napja van ma, és a tisztulási tünetekről fogok nektek beszélni. És biztos észrevettétek, hogy az elején mennyivel lelkesebb voltam, mint az utóbbi napokban. Látszott rajtam, hogy én is küzdök. Szerintem tegnap volt a mélypont, vagy a holdpont, mert hogy az esti meditációt végig sírtam. És nyilván nem azért sírtam, mint hogyha bármilyen lelki problémám lenne, vagy nem azért sírtam, hogy mennyi rengeteget kell gyakorolni, hanem inkább úgy éreztem, mintha valami a világból tisztulna ki rajtam keresztül. A Gábor is sír, nem csak én sírok, ne aggódjatok. Gábor, amit Gáborról látok, az a hála könnyei, ahogy nyílik a szíve, ahogy kapjuk tőletek a visszajelzéseket, meg a gyógyulásról a leírásaitokat, hogy ez egyszerűen csodálatos. Úgyhogy sokkal nyitottabb állapotában vagyunk a szívünknek, mint eddig voltunk. Kitaláltam nektek egy játékot. Játsszuk azt, hogy elmondom a tisztulási tüneteimet, és akkor találjátok ki, hogy ez mire jó, hogy miért jó ez nekem tulajdonképpen. Ha valaki csak ezt az egy videót fogja megnézni, azt tudja, hogy soha többet nem jön el hozzánk gyakorolni. Jó, mondom. Szétszakad a vállam, annyira fáj, és kisugárzik a karomba. Kb. Minden pillanatban. Volt egy műtéti hág a hasamon, és ennek az alja elkezdett kivörösödni, és nem csak a hág maga, hanem az alhasamnak az egész bal oldala. Ugyanakkor meg nagyon erős, fájdalmas testérzetek vannak a combom bal oldalában, a bal combom bal oldalában. Néha felmegy a lázam. Alapvetően nem maradok lázas, tehát nem vagyok beteg, de felugrik, és utána egy idő múlva visszamegy. A látásom pedig teljesen megőrült, néha úgy látok, mint egy sas, néha pedig teljesen elmegy a fókusz, olyan, mint hogyha rosszabbul látnék. Én alapvetően rövidlátó vagyok, olyan, mint hogyha rosszabbul látnék, mint eddig valaha. Ez van most, úgyhogy játszatok velem, találjátok ki, hogy mi lesz ebből, hogy mire vezet, és hogy miért van ez. Kaptunk tőletek két kérdést. Az egyik az volt, hogy hogyan lehet bevonni a közeli családtagokat a gyakorlásba. A válasz, mindenki szabad akarata, szent és sérthetetlen. Tehát, hogyha valaki nem akar veletek gyakorolni, akkor így jártatok. De ugyanakkor mégiscsak van happy end. Mégpedig az, hogy a saját gyakorlásotok nem csak rátok hat ki, hanem mindenkire, akivel kapcsolatban vagytok. Nyilván minél jobban nő az erőtök, annál tágasabb körben. De össze vannak kötve veletek ezek az emberek, ahogy ti átfényesedtek, ők is átfényesednek. A kérdés pedig az volt, hogy természetesen, hogy a gyakorlástól nagyon elfáradtok. A válasz igen, teljesen jól érzitek. És alapvetően ennek nem az izommunka az oka. Nyilván nagyobb izommunkát is kifejtettetek már ennél életetekben. A fáradtság igazi oka az átalakulás. Olyan mély belső átalakulás zajlik, hogy ez gyakorlatilag lekapcsolja az embert. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon fontos ilyenkor sokat aludni. Egy kicsit a visszahúzásra vagy pihenésre hajlamosít ilyenkor ez az időszak. Csak azért, hogy azok a dolgok kerüljenek előtérbe, amik igazán fontosak, vagyis a belső fejlődésetek. Ha már ennyit beszéltem a tisztulási tünetekről, akkor fontos még valamit megemlíteni, ez pedig az ellenállás. Nem tudom, hogy ismeritek-e már. Ha nem, akkor hamarosan meg fogjátok ismerni. Az ellenállás az mindig egy törekvése az egónak, hogy fenntartsa a meglévő helyzetet. Ez azt jelenti, hogy mindent megtennétek egy idő után, csak hogy szabotáljátok a gyakorlást. Legalábbis, ha magamból indulok ki, akkor ez így van. Gábor például mindig elköveti ezt a hibát, hogy néhányal kevesebbet számol a test meg a lélek fél év gyakorlatából, mint amennyit valójában megcsinálunk. Körülbelül az életével játszik ilyenkor, amikor azt mondja, hogy hát még csak kettőt csináltunk meg, vagy ilyesmi. Szóval gyilkos indulatokat vált ki az, hogy ha belegondolok, hogy még többet kell gyakorolni. Meg már fenyegettem azzal is, hogy nem fogok vele barátkozni, ha nem tud jobb programot kitalálni, mint hogy megyünk gyakorolni. Úgyhogy az ellenállás az nagyon-nagyon kemény dolog. Egy dolgot lehet csinálni ilyenkor, hogy mentek előre. Mert hogy ez teljesen objektív, hogy vagy nem csináljátok meg, vagy megcsináljátok. Én a megcsináljátokat ajánlom inkább. Csináljátok meg mindenképp a gyakorlatotokat. Nem számít, hogyha közben úgy érzitek, hogy vonszoljátok magatokat. Ez akkor is eredményre fog vezetni. Egyik pillanatról a másikra fog átfordulni. Úgy, mint nálunk is. A mai nap az már tökéletes. A tegnapi az maga volt a pokol. De hát ez így szokott lenni a tisztulási tüneteknél, meg az ellenállásnál. Gyakoroljatok, mert mindenképpen beérik.
holnap arra fogok beszélni, hogy miért is nagyon jók ezek a tisztulási tünetek, és hogy milyen változások mennek végbe a testemben. Maradjatok velem, és ne a mai panaszkodásból ítéljétek meg a módszer hatékonyságát. Isten áldjon benneteket, sziasztok! Engem nem hagy beszélni, de egyszer kilapozom ide a hátsó kertbe, és majd beszélek nektek, amikor ő nem látja a haja. Jó gyakorlást, addig is sziasztok!